Az Ungvári Olhaszlava egy új könyvvel érkezik a találkozónkra néhány éve nem csak a szöveget írta meg, de a dizájnt is kitalálta, hogy motiválja kislányát az olvasásra. Egy gyermek volt a főszereplő, a kedvenc játékok pedig a könyves kaland Később az írónő barátok ismerősök kérésére írt meséket, hogy a kicsik az első sortól az utolsóig igyekezzenek mindent elolvasni. A szerző most a Bölcsember és Barátai című mesekönyvéről beszél. A kötet egy okos kisfiú vagy varázslatos világban megtörtént kalandjairól szól. Sokáig keresett valamit, és ez a valami sokáig titok maradt, hiszen erre a valamire mindannyiunknak szüksége van. Véletlen ismerősök csatlakoztak a kereséshez, akik egy fordított világot teremtettek maguknak, és ez a világ egyébként Ungvárhoz kötődik. Az ötlet nagyon váratlanul jelent meg. Ungváron sétáltam, az ungparton, és gyönyörködtem ősi városunkban. Azt akartam, hogy a gyerekek által látott világ megjelenjen a könyvemben. Így jelent meg a fordított világ. A gyerekek fejjel lefelé lógva nézik, hogyan repül a zene, és visszatér az öreg zenészhez, aki valahol az ungparton játszik. Hogyan sétálnak a gyerekek? Milyen gond Gondolatok születnek, amikor egy gyerek fejjel lefelé lóg. A második történet az esőről szól. A felnőttek általában nem túl pozitív érzelmeket éreznek esős napokon. A gyermekeknél ez éppen ellenkezőleg van. Jó mulatság ugrálni a tócsákban, végre felvenni a tavaly ősz álló gumicizmát, felvenni a sárga esőkabátot, és élvezni ezt a csodálatos esős napot. Ezért ez a történet egy gyerek szemszögéből íródott. Eső végre eső. A harmadik történetben a gyerekek a rovarok világába kerülnek be. Megismerkednek a napocskával, egy hangyával és egy méhecskével. Ezt a történetet azért írtam, hogy a gyerekek megismerjék az apró kis rovarokat. Megértsék, hogy nekik is vannak óvodába járó, sétálni szerető gyerekeik, és tanuljanak valami újat. Na és persze, hogy elmeséljük, milyen rovarok léteznek, mennyire érdekesek, és velük is érdemes barátkozni. A negyedik kaland a bölcs kisfiú születésnapjáról szól. Ebben a mesében arról van szó, hogyan kell viselkedni a vendégségben, hogyan lehet megünnepelni egy születésnapot. A pozitív érzelmekről, az aktuális születésnapról, ahogy az mindenkinél megszokott. Ez a könyv egy új szakaszt jelent az írónő munkásságában. Korábban a meséim hősei igazi gyerekek voltak, saját jellemmel és történetekkel. Kicsit könnyebb volt, mert egy élő szereplő volt, és újabb kalandokra küldtem őt. Most viszont én találom ki a hőseimet, nagyon sok van belőlük, összesen 11. Mindegyikhez ki kellett találnom a karaktert, frizurát. Ez számomra érdekes. Korábban két kötetes könyvem, 150 darabos példányszámban jelent meg. Most először jelennek meg a meséim ilyen nagy, ezer kötetes példányszámban. Számomra ez egy nagy teljesítmény. A könyv óvodás gyerekeknek szól, fejlődésüket szolgálja, hogy kedvet kapjanak az olvasáshoz, megszeressék az őket körülvevő világot, megtanulják néha fejjel lefelé gyermekszemmel látni ezt a világot. Hősünk, Mudrik, a bölcs kisfiú, nagyon intelligens és művelt. Erre tanítja a többi gyereket. Is. Arra tanít, hogy segítsük és támogassuk egymást. Például van egy történet egy olyan világról, ahol csak gyerekek élnek, akik soha nem veszekednek, mindig segítenek, mosolyognak és jókedvűek. El kell magyarázni a gyerekeknek, hogy fejlődni kell, több könyvet kell olvasni. Az április különleges hónap az írónő számára. Ez egyfajta születésnap, mert hat éve áprilisban írta meg élete első meséjét. Jelenleg a Bölcs kisfiú és barátai című kötettel mosolyogva ünnepel, és már újabb tündérmeséket készít elő a publikálásra.